Szervusztok, szép jó estét mindenkinek. Örülök, hogy eljöttetek ma este a Zenről egy előadást meghallgatni. És azt gondoljátok, hogy ugye kínai, indiai, japán, koreai példákkal fogok kezdeni. Nem, mással fogok kezdeni. Nagyon sok kokárdás embert láthatunk ma az utcán, mert a magyar szabadságharc és forradalom kitörésének az évfordulóját ünnepeljük. És ezért azt a kérdést hoztam nektek, hogy mi a szabadság. Hiszen a szabadságért annyi mindent teszünk, sőt, annyit harcolunk, nagyon-nagyon fontos saját magunknak. A szabadság tudata nélkül az ember nem élhet. Vagy hogyha tudatosan elvesztette a szabadságát, akkor pedig tudja, hogy nem szabad. De a maga a fogalom nekünk, mint egyéneknek, embereknek, mint társadalomnak, népnek rettenetesen fontos. A szabadsághoz párosul az önrendelkezés, az akarat, minden, amit az életben fontosnak tartunk, azt mi szeretjük eldönteni, hogy mit eszünk, mit dolgozunk, kikkel vagyunk együtt, kikkel tartjuk távol magunkat, miért élünk. Ez mind a mi döntésünk kell, hogy legyen, és ennek az alapfogalma a szabadság. És mivel forradalom és szabadságharc volt, közel 2 évig. Ezért az ország akkor nagyon megtanulta, hogy hogy lehet a szabadságot a lélekben megteremteni, társadalmilag kivívni és katonailag elveszteni. Ez aztán még osztályrészünk volt jó párszor. 1919-20-ban, 1956-ban, és még jó párszor az itt töltött 1100 év során. Lásd, Dózsa 1514. Miért küzdöttünk, mire gondoltunk, és miért buktunk el? Miért történhetett mindez? Elsősorban nézzük meg, hogy milyen szabadság fogalommal dolgoztunk, és dolgozunk a mai napig. Amit az előbb a szabadságról, mint munkahipotézis elmondtam, az valószínűleg mindenkinek a lelkében ott lüktet. Nem szeretnénk a döntési jogainkat elveszteni. De amíg élsz, meg tudsz szabadulni ettől a testtől? Nem. Az életet azt úgy kezdjük, hogy megszületünk, és a tudat felveszi ezt a testet. És ilyen formán függővé válunk. Függünk a szemünktől, a fülünktől, az agyunktól, az orrunktól, az összes érzékszerveinktől, mozgásszervünktől, mindentől függünk azért, mert élünk. Milyen, amikor elvesztjük? És képzeld el, van egy szerzetes társam, rosszul fogta a flexet, és rögtön az ujjából egy darab elveszett. Hát megváltozott az életszemlélete nagyon. Mihelyt a szabadságodból valamit veszítesz, azon nyomban észreveszed, hogy ez milyen fontos, és mennyire kell, és mennyire eszenciális. És a szabadságot a függetlenséggel szoktuk összefüggésbe hozni. Igen, ám viszont van, amikor az érzékszervi függést nagyon szeretjük, például egy harmonikus párkapcsolatban. Azt az érzékszervi függést nagyon szeretjük. Nézd meg, én a tiéd, te az enyém, kölcsönös birtoklás, megérintjük egymást, stb. Stb. És ez az érzékszervi függés, ez nagyon-nagyon kell, és egy a fontos, hogy ezt szabadon dönthessük el. Tehát szabadon válasszunk. Az az érdekes, hogyha megnézed, az emberek nagyon szeretnek függeni. Még amikor már annyira függünk, hogy a detoxba visznek tőle, még akkor is szeretünk függeni. Az első pohár az isteni, a második pohár az emberi, és a harmadik pohár az állati. És akkor oda megyünk. Tehát szabadság és függés elkezd változni a tudatban, és egyszer csak, amit addig szabadságnak gondoltunk, az tűrhetetlen lesz. Tehát több évszázados kooperáció és koprodukció volt a Habsburgokkal. Az ország nem teljesített rosszul akkor. Nézd meg a reformkort. Tehát a 19. század első fele azért az nem volt olyan rossz, ahhoz képest, hogy Európa más részein még mi volt.
Nagyon együtt voltunk akkor az európai szinten. A kiegyezés után is, csak az egy ilyen hatalmas nagy leáldozás, és utána nagyon kényszerű feljövetel volt. De addig, ami működött, mint szabadságfogalom, az börtönné vált. És egyszer csak legalábbis egy szűk réteg a társadalomnak besokalt, és vitte magával a többit. Nézd meg az emberi kapcsolatot. Ott élsz valakivel 1, 3, 7, 10 évig, néha 20 év után válnak el. És egyszerűen azért, mert addig, ami olyan gyönyörű volt, és szép volt, és boldog volt, és vele, és csak is veled gyönyörű, az egy ilyennél változott 3, 5, 10, 20 év alatt. Miért? Miért nem szeretjük azt a függést, amit szabadon vállaltunk föl? De nem érdekházasság volt, nem a nemesi család jelölte ki, hogy kislányom, most feleségünk mész ez a szép nemesi ifjúhoz, és akkor a birtokaink megötszöröződnek. Hát az emberek többsége most már szerencsére nem így választ. Tehát hogy lehetséges az, hogy egy szabad választásból utána ilyen börtönszerű, borzalmas kaloda lesz, amiből csak ilyen elképesztő érzelmi és értelmi műtétekkel, elszakadással, válással tudunk kilépni. És ezért kell a szabadság fogalmát megvizsgálni. Ebben a teremben senki sem szabad, én sem, mert függünk. Itt mindenki függő. Mitől függünk elsősorban? Az oxigéntől. Csak 5 percig ne lenne itt oxigén, mindenkinek vége. Tehát születésünktől fogva halálunkig oxigénfüggők vagyunk, nem is nagyon vesszük észre, csak nem sportban ilyen növekvő oxigénadóságos edzést teljesítünk. És aztán rájössz, hogy függsz egy csomó minden mástól. Függsz a családodtól, függsz a környezetettől, a társadalmattól, a neveltetésedtől, az ország pénzügyi és politikai helyzetétől, ugye? És ezeket a függéseket mi nem nagyon akarjuk elismerni, mi ennek az egésznek a tetején szeretünk szabadon választani. Tehát létezik-e szabadság ebben a nagyon-nagyon komoly függő helyzetben? És a válasz az, hogy létezik, csak meg kell találni. Tehát az illúzió szabadság helyett a valós szabadságot. De ez a nép megtanulhatta, mi magyarok megtanulhattuk már, hogy a szabadságot azt először talán belül kellene kivívni, és megosztani egymással ennek a terét, ennek a fényét, ennek a lehetőségét, és nem kívül ágálni különböző furkokkal, fustélyokkal, fegyverekkel, papírcsomókkal a kezünkben. És a tudat szabadságáról és a lélek szabadságáról van itt most szó, és már látom, hogy néha azt mondja, na, az akkor nem érdekes. De valójában itt kezdődik minden. Amikor a Buddha 2550 évvel ezelőtt meglátta, hogy még a királyokat is eléri az öregség, betegség és halál azért, mert megszülettek, akkor azt mondta, hogy nekem ez így nem jó. Én el szeretném érni a szabadságot az élettől és a haláltól. Meg szeretném haladni azt a létet, ahol ilyen függő helyzetben vagyok, ahol a kerék fordul, és egyszer az öröm bánattá változik, a lehetőség kötöttségé változik, a választott kapcsolat egy társadalmi kalodává változik. Ez a tűnékeny, illékony szabadság nem kell, ahol egy forradalom egy levert szabadságharccá változik, ahol egy gyönyörű nagy Magyarország egy megcsonkított, részekre szakadt országgá változik, ahol egy kifejeződő társadalmi akarat utána 200 ezer katona csizmája alatt, ugye 56-ban egyszerűen eltiportatott. Tehát hol van a szabadság? Melyik az a szabadság, amit nem lehet elvenni, amit nem lehet eltiporni, amit nem lehet illuzórikus eszközökkel szépen ellopni? Ez csak is a lelked és a tudatod szabadsága. És az engyakorlat, vagy más spirituális gyakorlat, az pontosan erről szól, hogy ismerd fel a belső kötöttségeidet, ismerd fel a saját korlátaidat, és haladd meg őket. Vesd le ezeket a kötöttségeket. És eközben légy ember, sőt jobb ember, sőt tisztább tudatú, őszintébb, jobb lelkű ember.
erről a szabadságról beszélünk nagyon régóta. És a Buddha ezért hagyta el azt a társadalmat, ahol látszat szabadságról volt szó, és ment be az erdőbe az aszkéták közé, ahol sokkal nagyobb kötöttség és sokkal nagyobb függelem volt, hiszen fügtek az adományoktól, az időtől, a különböző erdei körülményektől, de mégis a tudat elérhette azt, amit megvilágosodásnak hívunk, a tudat eredeti szabad állapotát, mely nem függ élettől és haláltól, nem függ jótól és rossztól. És ez most nagyon távolinak tűnhet. De a tanítás azt is mondja, hogy ez a lehetőség mindenkiben benne van. A tudat végső szabadságának, a születés és halál kényszerének ugye, meghaladása, ennek a lehetősége mindenkiben benne van. A kérdés az, hogy mennyire szeretnénk ezzel élni. Manapság a spirituális materializmus korában nagyon sokan csak a saját érzelmi és gondolati komfort zónájukat szeretnék növelni a meditációval. Magyarul érezzem jobban magam, nézek ki egy picit jobban, ugye? Kicsit jobban. És akkor jobb emberi kapcsolataim lesznek, jobb munkám lesz. Tehát valamire fel tudom használni azt a szellemi utat, amit eredetileg mondjuk nem erre találtak ki. Tehát ez a haszonelvű szemlélet, ez nem rossz és nem jó, csak ugye ez megint limitálja a lehetőségeket, és megint behatárolja azt, hogy az úton meddig jutsz. Miért? Elértél valamit, és akkor befejezted. Megkaptad, amit akartál, párosultál ahhoz és azzal, akivel akartál, és akkor vége. És rengeteg ilyen van. Tehát ezért szoktam néha mondani, hogy a szanga, a gyakorló közössége, az nem párkereső ügynökség, nem munkaközvetítő, nem a társadalmi kapcsolatoknak egyfajta tégeje, ahol te találkozol életed nagy munkaadójával, vagy nagy társadalmi lehetőségével, és kvázi karriert csinálsz a buddhizmuson keresztül. Ez mind-mind melléktermékként bejöhet, de ha csak ezért vagy ott, akkor előbb-utóbb a gyakorlattól így érintő irányban eltérsz, és nem fogod csinálni. Pedig a gyakorlat maga, a meditáció maga, az pontosan úgy működik, mint egy nagyon univerzális jármű. Ha akarsz, elmész vele a spárba vásárolni, vagy elmész vele templomba, elmész vele az iskolába, elmész vele egyetemre, vagy ugye a fővárosba. De hogyha egy másik kart húzol meg rajta, akkor viszont el lehet vele hagyni a Földnek ezt a nagyon-nagyon kötött ellipszoid pályáját. Ki lehet lépni a naprendszerből, ki lehet lépni a tejútba, és meg lehet haladni a keletkezett világot. És ez mind tudatilag, mind lehetőség benned van. És a kérdés az, hogy mire szeretnéd ezt használni. Ebből a szempontból nincsenek kis vagy nagy célok, de vannak őszinte célok, és vannak felvett és nem őszinte elhatározások. És az első nagy mozdulat a szabadság felé, hogy mersz őszinte lenni önmagadhoz. Ez egy nagyon nehéz dolog. És azért nehéz, mert annyi módon hazudunk saját magunknak, és ezzel másoknak is. Tehát az önmagad felé való őszintesség az, amely a szabadság első kis ízét elhozza. És hogyha rászoksz, akkor erről nagyon nehéz leszokni, mert azt érzed, hogy ilyen dupla-tripla, sok-sok réteget fejlesztesz magadra, és valami fal épül közéd és a világ közé. Vagy a lelked és a működő személyiséged közé. És pont ennek a falnak a lebontása, a dupla és tripla standardeknek a lebontása, az egyszerű és tiszta, világos életnek a megteremtése, ez az első lépés, de nem az egyetlen. Ahhoz, hogy ezt a tudati szabadságot tapasztald, a saját illúzióidnak a láncait kell levetni. És az úton nagyjából csak ezt veszítheted el. Elveszítheted az egoitásod valóságába és változtathatatlanságába vetett hitet, mert kiderül, hogy amit te énnek és személyiségnek mondasz, az nagyon-nagyon sok gondolat és érzelem, múlt, jelen és jövő, emlékek és remények, jó és rossz gondolkodás, együttes összeállása, egy hatalmas nagy felhővé. Ennek alakja van, színe van, működése van, stb. És ezt hívjuk személyiségnek. De ha közelebb mész, és megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön, akkor erre nem találsz egy egyértelmű, világos választ,
csak az ok és okozat mátrixát fedezed föl, ahogy az összefüggéseket meglátod, hogy a tény és az előzmény, a cselekvés és a szükségszerű következmény, azok hogyan követik egymást. És a tudat szabadsága az ebből a látásból fakad. Ezt a Buddha vidyának mondta, ebből jön a vidére, mint latin, és utána a videó szó. És ez a látás az, amely a tudat szabadságát elhozza. Az önálló tisztánlátásodat semmi és senki nem veheti el. Te dönthetsz úgy, hogy elködösíted, hagyod elködösülni. Az ember ezt egy idő után nem szereti. Nagyon-nagyon nehezen hozható ez vissza. Mit kezdünk a szabadsággal egy olyan életben, amely jó esetben tart 70-80 évig? 80 fölött már tényleg a legtöbb ember ápolásra szorul, tisztelet a kivételnek, és még az az élet is, ugye, ami addig tart, mennyi mindennel van tele, mennyi minden teendővel, elvégzendővel van tele, amelyet úgy tűnik, hogy nem te választottál, hanem rád raktak. Mert olyan helyre, olyan családba, olyan társadalomba születtél, hogy ezt kell csinálnod. Tehát mire jó ez, amikor akármit is kivívsz, annak úgy tűnik, hogy a halállal vége, hiszen ebből a testből kilépsz, ki tudja, hova mész. De a test az megy a temetőbe, az biztos. És az, amit elértél ebben az inkarnációban, mind szabadságot, mind szabad állapotot, az hova lesz? Mit tudsz belőle magaddal vinni? Mi az, amihez kötődsz, mint szabadság? Sun Tzu mesternek van egy nagyon fontos, központi jelentőségű tanító verse, amely így kezdődik: üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. Ilyen az ember. Most hol van a szabadság eközben? És furcsa, hogy pont az üres kézben van a szabadság, mert az üres kéz bármit meg tud fogni. De ha ragaszkodik ahhoz, amit megragadott, akkor nem tudja a következő tárgyat megfogni. Viszont ha a szabadsághoz ragaszkodik, akkor semmit nem tud megfogni, nézd meg. Ragaszkodom az ürességhez, ragaszkodom a saját szabadság ideámhoz, és képtelen vagyok kötődni. Nézd meg az aglegényeket. Ragaszkodtak egy csomó szabadság eszményhez, a szabadságfokhoz, mondjuk a kapcsolatok váltása, kialakítása terén, és vénségükre egyedül maradtak. Jó? Tehát a szabadság ez egy nagyon érdekes és nagyon képlékeny, és azt mondanám, nagyon veszélyes fogalom. De hát az ember kíváncsi és kockázatkedvelő, tehát szeretünk veszélyes fogalmakkal és létállapotokkal foglalkozni. Ha ragaszkodsz a szabadságodhoz, semmihez és senkihez nem tudsz kötődni. Ha szabadon vállalod fel a kötöttségeidet, akkor a folyamatok mutathatnak egy olyan irányba, amelybe ugye menni szeretnél. Ha nem látsz tisztán, ha ez a látás, mint a tudat alapvető szabadsága nem lesz a tiéd, akkor a látás hiányából fakadóan nem döntesz jól. Mi az, ami a látásodat akadályozhatja? Vágy, harag, téves nézetek. Ez mind a dualisztikus tudat működéséből következik. Tehát, hogyha telhetetlen kapzsisággal van tele az elme, vagy haraggal, düvel van tele az elme, vagy egy rakás dualisztikus nézettel, fogalmi tudással, érzelmi hordalékkal van tele az elme, akkor megtelik az a tér, bepiszkolódik az a tükör, amely segítségével, a tisztánlátásoddal helyes döntéseket tudnál hozni. Mert látod a helyzetet, a kapcsolatot és a működést. Látod a teendőt és a lehetőséget. Tehát erről a szabadságról beszélek, ez az, amit nagyon sokan kerestek, a buddhák és a pátriárkák teljes mértékben meg is találták, és ez nagyon szorosan összefügg az élet minőségével, hogy te milyen életet élsz, hogy pontosan milyen minősége van az életednek. És hogyha ez a tudati szabadság akár csak egy kis részben a tiéd, vagy relatíve több van belőle, akkor az életed minősége is javul, a halálod, de is csak arról most értelmetlen beszélni.
És ezért tanítjuk a gyakorlatot, mert hogyha eléred azt, ahonnan a karmád származik, ha eléred azt, amely túl van születésen és halálon, ha eléred azt, amely mindig, minden pillanatban itt és most tisztán lát, hall, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik, akkor eredeti lényegünket, eredeti minőségünket, emberi természetünket tapasztaljuk meg. És ez a tapasztalat az, amely a minőségjavulást hozza, mert ez a tisztánlátásnak az eredete és a feltétele. Tehát az út az csak azt tanítja, hogy hogy mondj le a látszatszabadságról, és hogy érd el a valódi szabadságot, hogy mondj le a látszat énről, az egoitásról, és hogy érd el igazi önvalódat. Hogy lásd át azokat a tűnékeny illúziókat, amelyek a dualisztikus gondolatokhoz, a jóhoz, a rosszhoz, vagy az érzelmekhez, szintén dualisztikus érzelmekhez kötődnek, és hogyan érd el azt a bölcsességet, azt az együttérzést, ami az életed minőségének, és ezáltal mások életének a javulását is hozza. Úgyhogy a pár éve eltávozott tiszteletre méltó Maha Gósanandát szeretném idézni. Kétlem, hogy bárki hallott volna róla, de hát 40 évig ő volt a kambodzsai buddhizmus legfőbb pátriárkája, és Sung San Zen mesternek nagyon jó dharma barátja. És ő mondta, hogy egy békés tudat megteremt egy békés családot. Egy békés család megteremt egy békés kerületet, egy békés kerület megteremt egy békés várost, egy békés város megteremt egy békés megyét, egy békés, tiszta tudatú megye megteremt egy békés országrészt, az országrész egy országot, az ország egy kontinenst, a kontinens pedig egy egész világot. Ezért kezdjük magunkon. Ezért nem keressük máshol. És hogyha magadban megtalálod, ez inspiráló lehet mások számára, hogy ezt az utat, ami számukra is nyilvánvaló, melynek az áldásait érzik, látják, tapasztalják, hogy ez követhető és belső imperatívusból fakadóan követendő is legyen. Senki nem mondja neked, hogy te gyakorold azt, amiben nem hiszel. Tehát az eredeti tiszta tanítás az a kérdéseidre ad választ, és nem ideológiát vagy doktrínát tanít. A zenben nincsenek ortodox tanok. Ellent mondana minden olyan alapelvnek, amitől a zen zen. De nagyon komoly tanítás vonatkozik az okra és az okozatra, az emberi karmára, az életre, a halálra, a keletkezésre és a megszűnésre. Úgyhogy remélem, hogy nemzetünk gyönyörűséges ünnepén minél többen határozzuk el, hogy a tudat eredeti tiszta állapotát elérjük, élünk azzal a szabadsággal, azzal a lehetőséggel, amely mindig is a miénk, nem csak jeles napokon. Mert hogyha ezt tesszük és elérjük a valódi szabadságot, akkor a látszatszabadság az már nem fontos, mert nem valós. Úgyhogy ha ezzel vagy bármi egyébben kapcsolatban van kérdésetek, akkor kérlek, tegyétek fel. Mert tehát a kínai az azért egy kicsit másabb. Ugye a vallás tekintetében a japán, az ugye a tett, a kínai pedig a nem tett. Tehát itt a kettő közötti különbség a két buddhizmus között. A nem cselekvés és a cselekvés. Tehát inkább ez a vallás nem is a meditációra vonatkozik. Ezt kérdezed, vagy állítod? Kérdezem is, és én így tudom is. Tehát akkor fogalmazd meg kérlek egyszerűen a kérdést, hogy válaszolhassak rá. Tehát akkor a meditációt azt külön kell venni ezektől a vallási dolgoktól? Lehetséges, és néha szükséges is, de Ázsiában ezt nem nagyon különítik el. Egy folyamatnak a része mind az úgynevezett külsődleges, ugye vallásos gyakorlat, és ennek a ledesztillált lényegi tapasztalata a meditáció maga, de a kettő nem mond ellent egymásnak. Ha belevesznénk a vallásos formákba vagy ortodox tanokba, az hiba lenne, mint bármilyen ragaszkodás.
De én nem mondanám, hogy egyik vagy másik kultúra rendelkezik vele, a másik pedig nem. Tehát a csak cselekedni tana, ami a zenben nagyon fontos, az eredetileg mind a háromnak a sajátja, mert enélkül tényleg nem zen a zen, hogy ebben a pillanatban tisztán láss, tisztán hajj, tisztán cselekedj. Viszont más és más kultúra rakódott rá. Tehát Kínában ugye a buddhizmus és a taoizmus adta ki azt, amit csannak neveznek. Koreában már a meglévő sámán vagy mudang kultúra, illetve a taoizmus, illetve a buddhizmus alkotta azt a hármas egységet, konfucianizmusról még most nem is beszélek, pedig nagyon fontos, csak azért, mert ott nem explicit szellemi útról, hanem egy társadalmi hierarchiáról van szó. De Koreában a buddhizmussal a sámánizmus, taoizmus, konfucianizmus szintén egyesült, és egy nagyon-nagyon érdekes keveréket alkotott, és ezt hívjuk koreai buddhizmusnak. Japánban a Shinto, a szamuráj kultúra, szintén a konfucianizmus bizonyos aspektusai, ezek alkották a kulturális és vallási réteget a japán buddhizmuson belül. De nem ezek a rétegek fontosak, sőt, inkább azt mondanám, hogy ezeknek a rétegeknek inkább kapu szerepük van, csatoló felület szerepük van, hogy van, aki a kulturális oldalról közelít, van, aki a szövegolvasás oldaláról, van, aki a vallásos gyakorlat oldaláról közelít, de hogyha helyesen csináljuk ezeket hogyha helyesen műveljük ezeket az előbb említett területeket, akkor mindegyik elvezet igazi önvalónkig, és mindegyik elvezet a meditációs gyakorlatig. Azért bánjunk csínyán a szellemi út különböző felöltöztetésével, hogy a primadonnát ne cseréljük össze a jelmezzel. Mert nem a jelmez énekel, és nem a jelmez táncol, hanem a primadonna. Jó? Egyéb kérdés? A százalékban kellene meghatározni, hogy mennyire hangsúlyos az, hogy éppen milyen társadalomban, éppen ki van hatalmon. Ahhoz képest, hogy én már tiszta tudatú és tiszta lelkű vagyok. Tehát, illetve aki már tiszta lelkű és tiszta tudatú, mennyire lényegtelen az, hogy milyen társadalmi környezetben van. Egyáltalán nem lényegtelen, de nem a saját magad kedvéért. Azok kedvéért, akiknek még nagyon-nagyon fontos, és legtöbbünk ilyen, hogy diktatúrában vagy demokráciában él, hogy egy egészséges, arányos társadalmi hierarchiában, vagy egy ilyen nagyon eltorzult, vízfejszerű, elitista társadalomban él. A legtöbbünknek fontos, nekem is fontos. De ha megkérdezed, hogy tudnám-e más társadalmi rendszerben gyakorolni a zent, tudnám. Szinte mindegyikben, ahol nem írtanak ki fizikailag érte, mert az nagyon rövid életű gyakorlat lenne, de azt is be lehet vállalni. Tehát tegyünk különbséget a zent gyakorlási lehetősége és a társadalmi felelősségérzet között. Tehát a zent nagyon sokféleképpen lehet gyakorolni, és én a legtöbb helyen meg is tenném. De az nem jelenti azt, hogy mindegy, hogy milyen társadalomban élünk. Nagyon nem mindegy. Az más kérdés, hogy mi módon szeretnénk változtatni, fejleszteni, segíteni. Én a tudat eszközeit és a tudat megtisztulásra tett erőfeszítéseit tartom erre a legjobbnak. Jó? És ilyenkor tényleg mindegy, hogy ki van odafönt, de valójában nagyon nem mindegy. Hát igazából hatékonyabb, ha én tiszta vagyok, mint hogy ki leszavazok, vagy nem tudom, én fölborulok, és egyébek. Nem mondom ezt. Néha nagyon kell az, hogy az ember kivonul, egymillióan is azt mondják, hogy gyerekek, elég volt. Nem tetszik a rendszer. Elég volt. Nem tennék lényeges különbséget, csak a között tennék lényeges különbséget, hogy vágyból, haragból és téves nézetekből indult a döntés, hogy kimegyek az utcára, és török, zúzok, és ide. Vagy pedig azt mondom, hogy mint hogy ezt tettük 90-ben Erdélyért, 200 000-en a Hősök terén összegyűltünk, és szépen elmentünk a román követség, leraktunk több száz gyertyát, és aztán mentünk haza. Ezt nevezem helyes társadalmi megmozdulásnak. Mert néha a hatalom teljesen becsukja szemét, fülét, teljesen behúzza mindenét, és úgy tesz, mintha nem létezne. Pedig létezik nagyon is, és kontrollálja is az emberek életét. Tehát az, hogy tiszta tudattal élsz, az nem fogja eldönteni, hogy
te akkor abóvó szavazol, vagy nem szavazol. Nem ilyen szintű a döntés. Az, hogy te tiszta tudatra törekszel, az nem zár téged sem elefántcsontoronyba, és nem is tesz automatikusan politikai vagy civil aktivistává. Az a te döntésed, de ha te tiszta tudattal döntesz, akkor az a döntés helyes lesz, és nem csak téged szolgál, hanem másokat is. És nem vágyjal, haraggal és düvel fog élni, hanem bölcsességgel, együttérzéssel és odaforduló segítő cselekvéssel. Ez a különbség. Nem az, hogy szavazok vagy nem, utcára vonulok vagy nem, ezek megint külsődleges dolgok. Ezt mindenki döntse el maga. De milyen tudattal döntött el, és milyen szándékkal döntött el, ez az, ami számít. És ha többen vagyunk tiszta tudatúak, tiszta lelkűek, az csak ezzel, hogy meditálunk például, hat-e úgymond a hatalomra? Én merem remélni, hogy igen, legalábbis a történelem azt mondja, vagy mutatja, hogy hat, csak néha inverz módon. Tehát volt Kínában a Tang dinasztia, az nagyjából 300 évig tartott, és akkor a buddhizmus teljesen a virágkorát élte, és ez nagyjából a mi honfoglalásunkkor ért véget Kínában. És annyira szomorú, hogy a hatalom egyszer csak észbe kapott, hogy 300 évig gyakorlatilag nem volt háború, kialakult egy elképesztően erős középosztály, kialakult a középút, sokkal boldogabbak voltak, mint előtte vagy utána, az ország népességének 10%-a aktívan foglalkozott a templomokban, vagy buddhizmussal szerzetes nőként, vagy pedig világi fenntartóként. És az utolsó Tang dinasztia beli uralkodó azt mondta, hogy ebből elég volt, bezárattak 14 ezer templomot, hazaküldtek 800 ezer szerzetest per szerzetesnőt, visszakényszerítvén őket a világi életbe, és nem sokkal utána elindult egy örökösödési háború. És ekkor lett vége ennek az aranykornak. Tehát persze, hogy hat a hatalomra, de néha idegesíti őket, mert a hatalmat a maga csoportos egoitásával feleslegessé teszi. Azt mondja, gyerekek, nyugodtan uralkodjatok, de valójában nincs kín meg, nincs min meg, nincs szenvedés, nincs háború, ti nem vagytok annyira fontosak, mint amire szeretnétek magatokat feltüntetni. Ez az, ami a hatalmat a leginkább irritálja. Hogy valójában nélkülözhetők. Hogy meglennénk nélkülük is egy normális társadalmi rendezett struktúrában, ahogy mondtad, ha kellőképp tiszta tudattal élünk. Ha rend van, akkor nem kell rendőrség. De nincs rend, tehát kell a rendőrség. Most, aki a hatalomban nagyon-nagyon fontosnak érzi magát, annak érdeke az, hogy legyen mit csinálnia. És akkor innentől kezdve az a folyamat elindul, hogy hogyan örökítsük meg hatalmunkat. És ebből nagyon sok szenvedés származik. Ez például nagyon-nagyon friss tapasztalás, hogy a 2001-es ikertornyok és az iraki háború az bizony szolgálta az amerikai hatalmi elit önfenntartó és hatalom megőrző szándékait is, hogy még mi egyebet, abban nem megyek bele, azt mindenki kutassa ki saját maga. Jó? Tehát nagyon-nagyon fontos látni az okot és az okozatot, de az, hogy a természetesen hozott törvények ezzel jártak, hogy a társadalom polarizálódott és egy csomó demokratikus szabadságjogot elvesztettek, az tény, meg kell nézni a különböző törvényhozást. Jó? Mondjad, légy szíves. Aki meditál, az politizál-e? Politizálhat. Nekem nincs politikus ismerősöm, aki meditálna tudtommal, de szerintem van. Megmondom miért, mert lehet rajtuk látni a döntéseiken, hogy egy tisztább tudattal hozták-e, és a jelenlétükből, hogy esetleg foglalkoznak-e valami ilyesmivel, vagy mégsem. Nem előfeltételezném, hogy valaki most konkrétan csinálja, vagy nem, de egy biztos. A régi kínai Szung dinasztiában már a 15. század, ez a késői, azt látod, hogy a világiaknak is nagyon sok fogadalmat adtak, egyszer meg kérték. Tehát, hogy hogyan lehet a világi életben elkötelezni magad jó irányban. És a bodhiszattva fogalma akkor honosodott meg. A bodhiszattva az a megvilágosodásra törekvő, a társadalomban segítő lény. Gyakorlatilag ez mindig világit jelentett a szó gyakorlati értelmében. És ennek volt 47 fogadalma. És hát elolvasod, gyönyörű, történelmi, meg
módszertani, meg egyéb, meg etikai, morális, egy csomó minden van benne, és nekem egy dolog így teljesen puff, így abszolút kiállt az összes többi közül, és ez pedig az, hogy a bodhisattva megfogadja, hogy nem vállal politikai hivatalt. És mondjam, miért lehetett erre szükség? Annyival másabb volt a világ akkor, vagy mi volt itt a probléma? És úgy tűnik, hogy felismerték azt a nehézséget, hogy mennyire lehet azt mondani, hogy lehetetlen, de csak a csodával határos az, hogy egy önzetlen és éntelen, nem egy csoportos egoitás vagy egyéni egoitás védelmére kialakított életet élhet az, aki politikus. És minden tiszteltem azok, akik ezt megpróbálják, akik valójában próbálnak segíteni. És vannak ilyenek, csak nagyon kevesen. Amit látsz, és ami vérforraló, és ami irritáló az az, hogy látod, hogy a hatalmi elit önmagát termeli újra, és önmagát védi. És az összes többi látszat tevékenység. És ettől megyünk gajra. Ettől megyünk tönkre. Ettől romlunk el. És ezt lehet csak belülről ellensúlyozni, mert nem tudsz állandóan tüntetni, nem tudsz állandóan egy új pártot alapítani. És miért nem? Mert gyakorlatilag felesleges ezeket nagyon sokszor egymás után csinálni, azért, mert a tudatok nem változtak. Tehát most van lényeges különbség, ténylegesen lényeges minőségi különbség a most felálló párt tucatok között, hiszen most már több tucat van. Listából és pártból is, meg egyéb. Van lényegi különbség? Nagyjából hasonló módon gondolkodó emberek különböző ideológiai és történelem szemléletű irányzatokba elmenve. Tehát a különbségek nagyon-nagyon felszínesek, de az, ahogy gondolkodnak, ahogy cselekednek, ahogy a saját szerepüket felfedezik a hatalmi eliten belül, aminek tartják magukat, és ahogy viszonyulnak a társadalomhoz, az olyan rémségesen hasonló, hogy ezért vagyok nagyon szkeptikus. Tehát választani lehet, de csak kívül tudsz, mert azt a tudatot belülről nem tudod megváltoztatni, aki hatalomra kerül. És miért hatalomra kerül, és még az elején normális volt, tehát nézd meg, hogy mi történik vele pár év múlva. Tehát merre megy, hova jut, mi lesz az eredmény, milyen személyisége lesz, hogy fog az egyszerű emberhez viszonyulni, valójában mit tesz a hivatalában, és megint nem csak látszattevékenységre, hanem valódi dolgokra gondolok, amely ténylegesen hatással van az emberek életére. Milyen összhang van a szavai és a tettei között, vagy amit magáról gondol és másokról, amit valójában tesz magáért és az országért, az mennyiben különbözik, mennyiben azonos. Tehát nagyon-nagyon nehéz ezt az utat megtartani akkor, amikor az emberek által leginkább vágyott dolog a hatalom a kezébe kerül. És aki tényleg tiszta tud maradni, és vannak ilyenek, azoknak minden tiszteletem és elismerésem. Mert őtőlük lesz az ország jobb. Őtőlük leszünk jobb társadalom, akkor, amikor a külső szervezésről, a probléma megoldásról, a katasztrófa kezelésről, ilyenekről van szó. De ha megnézed az eredményt, megnézed a jelenkori valóságot, nem csak Magyarországon, és nem csak a nyugati féltekén, hanem az egész világon. Az elitnek a viselkedése nagyon-nagyon kiütközik a társadalom egészén. Egyszerűen azért, mert a technológia ilyen elképesztő módon összeláncol minket. Tehát régebben nem voltak ilyen gyors és hatékony rendszerek, mint például az internet, vagy különböző adattárolók, meg infrastrukturális dolgok, amelyek a döntéseket egy pillanat alatt elvitték a társadalom egészébe. Most gondolj egyet, valaki benyom egy gombot, és 1,8 millió boríték kimegy a magyar postaládákba. Hát ez még 40-50 évvel ezelőtt se volt lehetséges. Talán még 20-25-tel se. Most pillanatok alatt. A standard, hogy egy fénymásoló percenként 60-at másol. Ezt gondolkodjunk el ezen. Még ebben a indigós papírokkal három példányban gépeltük a mechanikus írógépen ezeket a dolgokat. Vagy amikor bejött a stencil, ugye? Aztán a fénymásoló, amelyik ilyen hő fénymásoló volt, olyan, mint a faxpapír. És akkor utána bejött a rendes lapos fénymásoló, és akkor percenként másolt ötöt a legelsők.
aztán 10-et, aztán 20-at, és most már a 60 az teljesen standard, bemész egy ilyen nagyobb bódba, két ilyen asztalnyi hely, ott van. És ez csak az írás. Az elektronikáról aztán hihetetlen. Hoznak egy döntést a Wall Street-en, lenyomnak egy gombot, és ezred másodpercekkel később milliárdok cserélnek gazdát, szó szerint, mert várnak, be van készítve, és megfelelő input, megfelelő output, puff. Iszonyú gyors, iszonyúan mérható. Az emberek millióinak, milliárdjainak az életét befolyásolja pillanatok alatt. Tehát ilyen világot eddig még nem éltünk. Most igen, csak mit csinálunk vele? És ez nagyon sokszor a politikai és gazdasági eliten múlik. Az, hogy te ezt milyen tudattal veszed tudomásul, hogy te ezt hogy éled meg, hogy valójában mi történik a lelkedben akkor, amikor ezek a politikai gazdasági változások vannak, az már rajtad múlik. 2008-ban akkor átbukott a világgazdaság, ami eltörpíti, teljesen jelentéktelen és zsugorítja az 1929-es krachot. Tehát arányosan 2 trillió dollárt vesztett a világgazdaság a spekulatív ügyletek bebukásával. Aminek volt valós része is, a bizonyos ingatlanhitelek, a magas kockázatú ingatlanhitelek bedőlése az USA-ban. Úgyhogy tudták már, amikor kiadták, hogy ezek rosszhiszeműen kiadott kölcsönök, mert nem fogják tudni visszafizetni. De egészen addig szedték a sápot, amíg lehetett, és utána hagyták bedőlni a rendszert, mert arra is lehetett fogadni, hogy az be fog dőlni, és azért is pénzt kaptak. Tehát érdekelt és ellenérdekelt is volt az egész pénzügyi szektor abban, hogy ez a rendszer működjön. És az ellenérdekeltek győztek, és be is dőlt. Tehát nagyon-nagyon sok aspektusa van ennek, de a politikai és gazdasági elit tudatminősége az az egész földre kihat. És hogyha megnézed azt, hogy milyen döntések következtében hogyan élünk, akkor ez a tudatminőség közvetlenül felelős azokért az állapotokért, amit ezen a bolygón tapasztalunk. Ez benne a kemény mag, tehát erre kell figyelni, ez a fontos. Jó, egyéb kérdés? Köszönöm. Sajnos nem tudom, ki mondta, hogy kötelesség van, aki példelve. A mai világ, hogy a szabadság, akkor összemosok a jogokkal igazából, hogy mi az a jogom, szabadságom, mihez van. A kötelesség egy szükséges rossznak tartjuk mondjuk. Persze nem így van, minél kevesebbet adunk, annál rosszabb az később az életünk majd. És a meditáció az miben próbál segítséget nyújtani? A fölöslegesebben kövál kötelességektől való megszabadulás, felismerésre, esetleg a kötelességeinkhez való viszonynak a átrendezésével. Mindkettő, sőt, engedd meg, hogy kiegészítsem a kérdésnek az anyagát. Az abszurd és illuzórikus szabadság ideálhoz való ragaszkodástól is megszabadulsz. És így a valódi szabadság is eljöhet, és így szabadon választhatod meg a kötelességeidet is. És ez a gyönyörű. Tehát a kötéseidet, a kapcsolataidat, mindent, amit elválasz, és tudod, hogy annak van következménye, azt te szabadon teszed. És utána belépsz egy kapcsolatba, belépsz egy kötelességrendszerbe, és végigcsinálod. Miért? Mert szeretnéd azt az eredményt, ami ezáltal születik, vagy születhet, mert ez folyamatos energiabefektetést kíván. Kevesen gondolják, hogy már a születés is egy kötelezettségvállalás. Mert mindig az, jaj, megszülettem, hát valahogy kipottyant a manyúból, tudjuk, hogy indult az nagyjából 9 hónappal azelőtt, de hát én ezt nem kértem, én ezt nem akartam, én ide csak úgy jöttem. Igen. Na nézzél csak egy picit a tudatod mélyre, hogy valójában mi van ott? Hogy mit akarsz? Mivé lettél? Milyen utat jársz? Hát nem azért születtél meg? Ha nem, akkor sürgősen találd meg, és akkor javítsál magadon. Tehát a megfelelő kötelezettségvállalás, a kötelezettséghez való viszony, a szabadság tapasztalata, a szabadsághoz való viszony, a magadért és másokért gyakorolt út, a magadért és másokért egyaránt élt élet, ez mind a meditációban benne van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mikor jön el az aranykor? El sem ment soha. Amíg van arany a bankban, addig van aranykor. Te nem erre az aranykorra gondoltál?
Na hát. Szeretném azt mondani, hogy ezek a gyönyörűséges, spirituális történelem szemléletek, mert nem csak egy van belőle, tehát sokféle aranykor van, egy arany 1, arany 2, arany 3, tehát nagyon sokféle van. Ezek a romantikus, teleológikus és visszatekintő gondolkodásnak a gyümölcsei. Most elgondolod, hogy az emberi tudat lényegesen más volt 2-3-5 ezer évvel korábban? Tehát, hogyha tényleg annyira jók voltunk, akkor mitől lett ez ilyen? Tehát nem kéne előfizetni erre az arany, ezüst, bronz, vas, különböző ilyen fém cellákba beszuszakolt történelem szemléletre. Ezt nem javaslom. Torz. Mindig voltak lángelmék, mindig volt egy társadalmi átlag, mindig volt egy elit és rengeteg kisemmizett, mindig voltak olyan időszakok, amikor úgy arányosabb és jobb társadalmat látszottunk élni, aztán amikor teljesen ilyen szétpolarizált és torz társadalmat, ahol több volt a szenvedés, mindig volt olyan időszak, amikor a felújulás, megvilágosodás, reneszánsz állapotát éltük, aztán pedig a sötét középkor és a teljesen értelmetlen szenvedés és bezárt tudatállapota. Ezek folyamatosan változnak is szépen, hogy a kerék forog körbe-körbe. Egyetlen egy dolgod az lehet, ha felvállalod, hogy te az adott korban milyen szerepet vállalsz. Na, innentől kezdve van jelentősége a fém féléknek, hogy te mi leszel? Te leszel az arany, vagy te leszel az ezüst, a bronz, vagy a vas, vagy csak a pernye a tűz után. Tehát te leszel a probléma, vagy te leszel a megoldás. Te leszel az, aki segít, vagy te leszel az, akinek segíteni kell másoknak. Ez az igazi döntés. És akkor a tudat aranya, a tudat belső alkímiája az lesz igazából fontos. Az, hogy milyen korszakot élünk, olyat élünk most, amilyet. Hát ide születtél, valahol csatlakoztál. Ugye? Tehát ezek a történelem szemléletek, ezek nem jók és nem rosszak, csak nagyrészt használhatatlanok. Az használható, hogyha te felméred, hogy pontosan most milyen világban élünk, ha a valós ok és okozati kapcsolatok alapján dolgozol, ha ezt összekapcsolod a lelked belső működésével, és felfedezed, hogy ezek a törvények ugyanazok, ezek nem különböznek. A belső törvények és a külső törvények, ezek nem különböznek. Pontosan ugyanúgy működsz te, mint a világ és a többi ember. Csak ezt a működést, ezt a törvényt, amit szanszkritú dharmának hívunk, ezt kéne megtalálni. Ezt csak magad fedezheted föl, mert ezt nem adják könnyen, ingyen és csak úgy. Általában részigazságokat közölnek, torzítva, érdekek által befolyásolva közlik, és akkor ettől legyél okos, és ettől legyél tisztánlátó. Na, ez az, ami nagyon nehezen megy. Egy idő után neked kell kikaparnod a bölcsesség gesztenyéjét. És akkor az drága kő is lehet. És akkor az fénylik. Azt megoszthatod másokkal is. És végképp nem úgy, hogy osztjuk az észt, hanem hogy olyan életet élünk, ami mások számára inspiráló, segítő, menedéket nyújtó, stb. Jó? Ez az arany. Más kérdés? Lehet, hogy hülyeségek ezek, hogy ez a botnak milyen szerepe van, esetleg van valamilyen személyes kapcsolat hozzá, vagy fegyelmező eszköz. Van személyes kapcsolatod velem? Látod, nem szól semmit. De, hogyha látod, és hallod, akkor ez a pont a nem gondolkodó tudatnak a pillanata. Ez a pillanat azért fontos, hogy legalább egy töredék másodperce tapasztald meg azt a tudatot, amiben úgy nem történik semmi. Nincs gondolkodás, nincs érzelem, nincs jövés, nincs menés, azért, mert csak ez a pá! Ez van. Ekkor megszakad az a gondolat folyamat, amivel a karmádat újra és újra legyártod másodpercenként legalább 24-szer. Azért legalább ennyiszer, mert nagyon folyamatosnak tűnik ez az egész. Tehát nincsenek ilyen kis hiátusok, amikor csak ilyen feketességed lesz, aztán újra jön. Ez egy másik állapot, a szombatesti buliknál van ilyen, de az nem a gép hiba, csak az üzemanyag hozta ezt a történetet.
Most innentől kezdve a gondolkodó tudat, az érzékszervekhez kötődő tudat, az ettől az ütéstől fel tud ébredni. Tehát ez egy ébresztő mozdulat, és hogyha a tudat letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör, akkor járhatja az útját, akkor van szabadsága, akkor hoz helyes döntéseket, és a többi. Tehát ez egy szemléltető eszköz, stíluselem, és néha fegyelmező is. Na-na, nem ütünk vele, ez nem olyan. Csak néha. Más kérdés? Az agykontroll és a meditáció az miben különbözik, és miben hasonlít egymáshoz? Ugye nem valami heti vagy havi lapnak dolgozol. Csak úgy meg akartam kérdezni. Jó. Mert hogyha nem dolgozol ilyen orgánumoknak, akkor elárulhatom tudatlanságomat. Én olvastam az agykontrollról, egyszer meg is próbáltam lemenni alfába, de aztán nem jött össze és nem gyakoroltam. A meditációról egy pár dolgot mondanék. A meditáció az egyszerű és tiszta tudat gyakorlása ebben a pillanatban, világos és nyitott érzékszervekkel, és minden eszközt ennek rendelünk alá. Igaz is? Tehát a meditációnak a zenben, a mi hagyományunk szerint van három alapvető eszköze, a mantra gyakorlat, a kérdés feltétele és a hangok meghallása. Eszközeiben és céljában is teljesen eltér az agykontrolltól. Tehát azt nem is hoznám ide többet, akinek ez kell, olvassa el Da Silva könyvét, tengernyi írás van az internetről. Az, hogy a tudattal csináljuk mind a kettőt, az nem jelenti azt, hogy lényegesen közük van egymáshoz. Nincs. De a meditációban a mantra az a tudatod védelme saját ártóhatásaiddal szemben. Tehát amikor ilyen iszonyatos nagy gáz van belül, akkor rágyújtasz arra a mantrára, amit békeidőben begyakoroltál, és akkor nem sebzed meg magadat a saját gondolkodásoddal, érzelmeiddel, aggodalmaiddal, félelmeddel, haragoddal, telhetetlen vágyakozással, téves nézetekkel. Most annyiféle módon mérünk vereséget saját magunkra, hogy ezt el se lehet mondani. Most mielőtt ez megtörténik, a mantra tudata, a mantra gyakorló ember, az mint egy tűzfalat van, ez egy átlátható és átjárható dolog. Ez nem zár el semmitől sem, de megvéd. Oké? Okay? És ahelyett, hogy a saját karmánkat dörzsölnénk be a saját tudatunkba, a saját azonosság tudatunkba, és ezzel hatalmasat ártanánk, a mantra gyakorlatilag egy körkörös védelmet von, mert egy ciklikus dolog, hogy Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Padme, és ezt szépen mondogatod, ahelyett, hogy idegösszeroppanást kapnál, mondjuk, vagy aggódnál, vagy dühöngenél, és a többi, és a többi. Ez nem ezen dolgoknak az elfolytása, ez az energiának az átirányítása egyik folyamatból a másikba. Te pontosan látod, hogy te még mindig dúvad módon tudnál viselkedni, de a mantra máshova visz. Megtart abban a pillanatban, amikor még nem viselkedsz dúvad módon, tehetnéd, te nem akarod magad kiszolgáltatni a dűnek, például. Nem akarod azt a következményt, ami a dűből következik. A következő az a kérdés föltétele. Igazából egyetlen egy kérdés van. Mi ez? Mi ez, ami benned hallgat? Ami lát? Ami gondolkodik? Ami mozdítja ezt a testet? Ami felveszi azt a nevet, hogy Ancsi, Bea, Olivér, stb. Tehát mi az, ami benned megszületik, és meghajtja ezt az egész berendezést? Ezt hívják koreaiul Huadunak. És ez gyakorlatilag a zennek az alapja. Tehát ezért mondják, hogy ülve, állva, járva, fekve, éberen, álomban, beszédben és csendben, folyamatosan, megszakítás nélkül mi ez? És ez a 4+4 ugye körülmény, ez általában lefedi így az ember életének és halálának az egészét. Tehát ha ezt
az utat járod, akkor a tudat sohasem lesz ébertelen, sohasem lesz ragaszkodó és valami hamissággal azonosuló. És nem is merül el különböző butaságokban. Úgyhogy a meditáció az eredetileg természetesen formális, de ha igazából ráérzel, akkor a tudatod a nap 24 órájában, az óra 60 percében, a perc 60 másodpercében folyamatosan csinálja. Tehát folyamatosan tiszta marad, folyamatosan felismer, folyamatosan helyes kapcsolatot teremt, helyesen cselekszik, stb. Jó? És a harmadik, amiről beszéltem, az a legeszköztelenebb, az pedig a hangok figyelése. Mind a három formával, a mantrával, a kérdéssel és így a hangokkal is, a lélegzet figyelése párosul, mert a lélegzet az azzal való munka, az a tudatot és a testet összeköti. Ez nagyon fontos. De a lélegzetnél nem állunk meg, mert elégtelen. Szükséges, de nem elégséges. A mentális része a meditációnak iszonyatosan fontos. Tehát a legeszköztelenebb az az, amikor már csak a hangok, vagy éppen a csend elegendő ahhoz, hogy te tisztán, tükörszerű tudattal itt légy ebben a pillanatban, és ne mászkálj el különböző múlt, jelen, jövőbeli helyekre, ne kezdjél el jóról, rosszról gondolkodni, ne akarj valamit állandóan, hanem szépen megmaradsz ebben az állapotban, a gondolkodás előtt, a lehetőségek vagy potencialitás állapotában, amely, hogyha eléggé elmélyül, tényleg el tud vinni életen és halálon túlra. És azért van nagyon erős eszköz, mint mantra, választhatóan erős, mint a kérdés, mert a kérdést egy idő után szó nélkül is felteheted, és aztán a teljesen eszköztelen, amikor a tudat nem mozdul és csak a hangokkal törődik, vagy a csenddel, mert a zen nem eszközhasználati függést szeretne kialakítani senkiben. Tehát ne függj a meditáció módszerét. Most képzeld el, te szeretnél inni, de a kezedben marad a pohár. Nem jó. Ugye, és tudjuk, hogy a vizet isszuk meg, de utána szeretnénk a kezünkkel mást is csinálni. Ha ragaszkodnál a meditáció technikájához, akkor mindig csak az jön neki a szádon, hogy om, 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 és akkor megzik, hány óra van, kedves? Om, om, és akkor előbb-utóbb hívják azt a nagy fehér autót, ahol nagyon kedves, izmos emberek kilépnek, rádadnak egy olyan rucit, ami hátul gombolható, és bevisznek egy olyan helyre, ahol megpróbálják úgy, mondjuk tablettákkal, elektrosokkal, injekcióval, úgy kiverni belőled ezt az om, 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 ilyeneket, jó? Tehát ezért nem ragaszkodunk a meditáció eszközeihez. És a kérdéshez sem, mert hát most képzeld, de megkérdezik tőled, hogy hát merre van a főtér? Ki vagy? Rendben van, az is fontos, de most merre van a főtér? Ki vagy? És ez is elvezethet ahhoz a bizonyos leszíjazott, kicsit ráccsal körülvett ágyacskához, amiben nagyon nem jó belefeküdni, mert ki tudja, hogy mikor kelhetsz föl belőle. Tehát nem eszközfüggést tanítunk, nem technikafüggést tanítunk, ezért mondjuk azt, amikor beszélsz, csak beszélj, amikor gondolkozol, csak gondolkodj, amikor eszel, csak egyél, lásd, hogy mit miért teszel és milyen irányba viszed. De lényegesen új a nap alatt, hogy csak saját természetünket, saját emberi önvalónkat érhetjük el, ennél több nem nagyon volt, nem is nagyon lesz. De ezért nagyon sokat kell dolgozni. Ez iszonyatos nagy munka. Jó? Tehát az összehasonlítások helyett most elmondtam a meditációnak az alapjait. Azt megígérhetem, hogy holnap, akár szabadtéren, akár beltérben, inkább szabadtérben, ezt fogjuk gyakorolni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Visszatérnék az első, az őszintességgel kapcsolatos érdekes. Éppen erre gondolkodtam az utóbbi időben, és most hallottam tőled is ezt ezzel a kapcsolatban, hogy mindenféle tettünket, az őszintesség szó az valójában kifelé alakult, hogy őszinte legyél valakivel, valamivel, stb. De nagyon kevesen, vagy magamon vettem észre, hogy magamban
az őszinteséget, hogy magamhoz őszinte vagyok, amikor valakivel foglalkozok. Most ennek a gyakorlata, ez, hát ha én őszinte vagyok és valakit megmondom, akkor mi is sérthetem. Mennyire... És megmondod? Hát most kezdem ezt kicsit, néha a mintázatok ezt eltakarták előlem, és például elkendőztem ezeket. Mintázat, lelkem? Hát mi van? Nem csak mintázat, hanem önvédelmi mechanizmus, számítás, elhárítás, félelem, tehát a másodlagos rétegben, a módosító rétegben, ami az eredeti üzenetet így szépen modulálja, meg felcicomázza, meg legyengíti. Hát mi minden van abban? Hát átmegy az ego rétegen, és különböző ilyen alakot vesz föl, és az eredetiből alig marad valami. Tehát érzed azt, hogy beszélsz valakivel, mit mond? Tehát értem a szavait, de a mögötte lévő valós szándékot azt már nem fedezem föl, mert annyira el akarja takarni. Tudod? Tehát úgy kezdtük, hogy légy őszinte önmagadhoz. Tehát ne kövesd el az öncsalás és önsorsrontás borzasztó tettét, mert senki más nem hozhat ki belőle, csak saját magad. És alapvetően gyenge karakter nem tud őszinte lenni saját magához, így másokhoz sem. És ez nem azt jelenti, hogy állandóan fájdalmat okozunk a másik, hogy légy metszően igazságos. És nem leszek. Tehát nem. Ez így nem működik. Ez úgy működik, hogy megfelelő helyen és időben, és itt az időzítést mondanám a legfontosabb, mikor mondod meg valakinek, hogy halálos beteg? Nem. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az őszinteség mellé még bölcsesség, együttérzés és helyes nézetvilág is párosuljon, és ekkor sikerül úgy gyakorolnunk ezt az őszinteséget, hogy nem torzítom el, nem lesz belőle hazugság, nem veszek el belőle, nem hallgatom el, de olyan helyen és olyan időben mondom ki, hogy inkább többet használ, mint árt. És most már rögtön rám sütheted a bélyeget, hogy én módosítottam az eredeti üzeneten. Igen. Módosítottam, de nem károsítottam. Időzítettem, és beállítottam egy bizonyos helyzetbe. Hogy itt és most nem mondom el. Azért, mert később ott és akkor szeretném elmondani, mert akkor mást érek el vele, mint itt. Ugyanolyan őszinte, ugyanolyan igazságtartalmú, de hogyha most mondom el, akkor abból nagyon nagy gubanc van, ha később mondom el, akkor pedig vagy nincs gubanc, vagy egy más típusú gubanc van belőle. Jó? Tehát az őszintesség önmagában ugyanolyan kondicionált és kölcsönösen függő dolog mástól, más tudati elemektől, mint minden tulajdonságunk. És magamhoz viszonyítva is ugyanolyan, tehát, hogy is mondjam, azt akartam mondani, hogy ez kifelé vonatkozó, hogy mondom meg másnak. Én magam felé gondoltam azt, hogy valójában hogy tudom jobban észrevenni azokat az ego által létrehozott mintázatokat, ami által engemet elvisz abba olyan dologba, hogy nem úgy látom a dolgokat, ahogy vannak valójában. Visszamennék a döntéshozatalhoz, mert ott lehet ezt tetten érni. Mennyire elsődlegesek a döntéseid? Tehát mennyire harmadik, negyedik, ötödik változatot hajtasz végre a döntéseidből, és mikor hajtod végre azt, hogy most mit csináljak? Puff! És ezt csinálom. És nem mást. Vagy azt mondod, hogy együnk ma este lencse főzeléket. De ne, együnk inkább paprikás krumplit. Talán a tojásán tudta jobb lenne, vagy csináljunk hagymásos tejost. Tehát nem a latolgatással van a baj, hanem a döntés állandó változtatásával. Hol van az igazság? Valójában mit akarsz enni? És ekkor kell leállni, megnyugodni, és nem a konyhaszekrényből, meg a hűtőszekrényből, meg a piacból kiindulni, hanem azt mondja, na, most mit akarok enni? Nyugi. És az elsőre azt mondod, hogy oké, jussajt. És akkor az lesz. Az EN interjúban pontosan ezt a spontaneitást és tisztaságot gyakorlod, hogy az első döntés már helyes legyen. De mi történik az emberek? Az intuitív réteget általában meg se látják. Már egy torzított réteget látnak, ami a karmájuk szűrőjén, a tudatelőző vagy tudattalan
szűrőjén keresztül ment, az előítéleteik már bele vannak kódolva, a félelmeik, reményeik már ugye kifejtették a hatásukat, és nem tudsz világos döntést hozni akkor, hogyha a tudatod nem tiszta. Zenben pontosan az, hogy ebben a pillanatban, itt és most, pák, és ez az. És ez az eredeti, ez az elsődleges, ez a kreatív, ez a primér, és ezt mindannyian akarjuk, mert friss, és a tiéd, és valóban belőled jön. Tudod? De nagyon-nagyon nehéz elérni, akkor, ha csak a gondolataidra, az érzelmeidre, a múltadra, jelenedre, vagy a jövőképedre támaszkodsz. Valami egész másra kéne támaszkodni ehhez. És ez a zen útja. Alkalmas a meditáció arra, hogy a bizonytalanságomat bizonyosságra váltsam. Igen. Tehát, hogyha például nem tudom, hogy mit is akarok, vagy hogy is kéne. Ezeket a kétségeket fel lehet számolni. Alkalmas rá a meditáció. És mit kell ezt tenni? Esetleg konkrétan előtte föltenni egy kérdést a meditáció előtt, vagy valami technikai? Ez kétségfüggő. Tehát attól függ, hogy milyen dilemmában vergődsz éppen. Tehát ha például nem tudod, hogy éppen mit szeretnél csinálni, hogy szeretnéd alakítani az életedet, akkor érdemes azzal a kérdéssel dolgozni, hogy mi a dolgom? És minden belézéskor szépen is. Mi a dolgom? Az ilyen karmikus kérdést, azt mindig a problémához igazítjuk. Ez kétségfüggő. Tehát az ember néz meg, hogy milyen koncertre menjek ma este? Jazz vagy klasszikus, vagy valami punk? És akkor, oké. Azt hiszem, hogy őnek jobb lenne, hogyha most ma este Bach hegedű versenyt hallgatnák, és akkor elmész vele Bach hegedű versenyre. És akkor az lesz. A döntés biztos, hogy nem csak téged érint. Tehát azért jó a meditációban a tudat terét egy picit kitágítani és megnövelni, mert megérzed azt, hogy ez a döntés, ez nem csak téged érint. Meglátod, intuitíve felfogod a döntésednek az ok és okozati következményeit, nagyrészt mielőtt meghozod a döntést. Van olyan, hogy csak utána látod, és akkor kapkodsz a fejed, hogy Isten, miért, és hogyan, és stb. Jó? Tehát azért jó a meditáció, mert megmutatja az ok és okozati mátrixot, ami a kétséged és a kérdésed körül így lüktet, és egy nagyon nyugodt, világos döntést tudsz hozni. Mi a legnagyobb problémánk? Hogy nincs erre idő. Mondjuk mi. De ha meglátod azt, hogy állandóan ilyen kis körfolyamatokban ismételjük a saját hibáinkat, akkor előbb-utóbb az ember azt mondja, hogy na, akkor ezt a körfolyamatot szeretném leállítani, megkeresni, hogy ezt honnan hoztam létre, honnan generáltam, és amikor nekem kell, akkor elindítom, amikor meg nem kell, akkor meg ne tépjen engem darabokra. És a kétség is ilyen. Igen, nem. Szeretem, nem szeretem. Akarom, nem akarom. Megteszem, nem teszem. Csinálom, nem csinálom. De ha csak magad körül forog az egész, lehetetlen normális döntést hozni. És főleg gyorsat, és tisztát, és előremutató, stb. De ha nem csak magad vagy a középpontban, hanem esetleg egy másik ember is fontos, vagy még több ember fontos, akkor az sokkal, de sokkal jobb támpontot ad ahhoz, hogy eldöntsd, hogy valójában te mit akarsz. És ezek nagy kérdések, már nem az, hogy hova megyünk zenét hallgatni. Az csak egy pár családtag, barát, és megkérdezzük, hogy ökörisszik magába, gondolom nem egyedül menni a koncertre, és akkor, hát akkor döntsük el, hogy hova szeretnénk együtt menni, és akkor az úgy jó. Oké? Okay? És a meditáció segít kisimítani a tudatnak ezeket a hullámait, mert hogyha hullámzik a tó, nem mutatja rendesen, hogy a víztükör fölött mi van. És nem látod a fölé hajló fűzfát, nem látod az eget, nem látod a felhőket, nem látod az épületek árnyékát, vagy a csónakokat, a hajókat, csak állandóan a hullámokat. És a tudat is ilyen, állandóan önnön vergődésében fetreng.
És ennek az én központúság az oka nagy részt. Tehát, hogyha az ént, az egót, mint központi elemet kiveszed belőle, nehéz, mert a nyugat az erre épült, tehát a görögöktől a pszichológia és pszichiátria nagy iskoláig erre épül az szinte az egész nyugati gondolkodás. Az csak egy nagyon-nagyon közelmúltbeli dolog, hogy megjelent a könyv, hogy az én nélküli pszichológia, vagy gondolatok a gondolkodó nélkül. Tehát ezek nagyon, tehát Descartes óta, amikor azt mondja, gondolkodom, tehát vagyok. Hát azóta nagyot változott, ez is az alig volt pár száz éve. Jó? Tehát nagyon fontos és jó kérdést tette fel, mert a kétségeknek természetesen van helye, és nagyon fontos, hogy legyenek néha dilemmáink és válságaink, amelyek előre visznek. De ha elveszünk a kétségeink között, az olyan, mint amikor a rossz kapitány rossz parancsot ad ki, és a kormányos így beviszi a viharba a hajót, és nem is jön elő onnan, mert a vihar erősebb volt, mint a hajó. Ez az ember életben úgy működik, hogy ha nem öl meg, akkor megerősít. Csak vigyázzunk, mit vállalunk el. És akkor a kétségeinkből is nagyon-nagyon jó dolgok kijöhetnek. A tiszta tudat segít eldönteni. Segít. Ott abban a pillanatban, egy intuitíve lásd át az egész ok és okozati következményt, és helyesen dönts. Jó? Más egyéb kérdés, Márkita? Itt tartunk. Ott. A bátorságban is segít, tehát, hogy bátrabb legyek, hogyha tisztában legyek. Hogy bátrabb legyek. A meditáció abban is segít, így van. Tehát azok a tulajdonságok, amik ugye lent a barlang mélyén vannak, mert valami miatt oda tettük őket és lefolytottuk őket, azok szépen jönnek. Emlékszel az Aladdin és a csodalámpa című szufi mesére? Mert ez egy szufi mese, az Ali Baba és a 40 rabló az is. Jó? Tehát abban nagyon sok minden be van rejtve, amit csak akkor tudsz előhozni, amikor úgy kezdesz valami szellemi utat gyakorolni, és rájössz, hogy ki ez az Aladdin, és mi az a csodalámpa, és mi az a dzsinn, és mit jelent az, hogyha bemész, és hozzáérsz valamihez, akkor kővé válsz. És én gyerekkoromban, meg egyszer talán még késő tínédzser koromban is elolvastam az 1001 éj meséjét, ilyen szép kis keményfedeles gyerekkönyv volt, és egyszer csak rájöttem, hogy hát ez bizony arról szól, illetve szólhat, hogy ha te tényleg a lényeget keresed és igazi önvalódat keresed, ez néha egy olyan dolog, hogy keresztül kell menni az illúziók és a hívságok és a kísértések barlangján, és bármihez hozzáérsz, lelassít és kővé válsz, és elveszted a bátorságodat, a tetrekészségedet, a döntési képességedet, ezeket mind el lehet veszteni. De hogyha ezt nem teszed, és tényleg elmész odáig, ahol ez a kis jeltelen, dísztelen rézlámpás van. Zen hogy tanítja, hogy nem név és nem forma. Nem tudod felfogni szemmel, füllel, orral, testtel, nyelvvel, értelemmel. Nem szóba fogható. Leginkább megérezhető és így megtapasztalható, de nem érzelmi úton, intuitív úton. Megtalálod ezt a teljesen jeltelen kis rézlámpást, kihozod a napfényre, figyeled, realizációs praxis, kihozod a napfényre, hogy megdörgölöd, és akkor a dzsini így előjön, mit akarsz, kedves gazdám? Ugye? Tehát, hogyha igazi önvalódat megtapasztalod, akkor mindezek a tulajdonságok előjönnek. De hogyha csak az illúziókat követed, és a személyiség bizonyos részeihez ragaszkodsz, akkor szükségszerű, hogy a többi az elfolytódik, eltűnik, lesüllyed, és a többi. Házi feladat az Ali Baba és a 40 rabló ilyen szellemi szempontból való értelmezése. Aki nem jön holnap meditálni, az olvasson. Oké. Más egyéb kérdés? Kis buddhista szerveságok során látok nőket mellette. És meg vagy lepve? Most se. Igen. Ők is cölibát is fogadtak, mert rájöttek, hogy a gondtalanság és ez a dolog nem egyet jel. Bocsánat, nem vagyok tőle. De most komolyan. És most hol volt ebben a kérdés?
Csak ennyi, ők is celibátus fogadtak, nem lehet bevinni egy ilyen szerzetes körbe nőket, vagy... Vannak komoly szerzetes női rendek a Mahajána országokban, a Téravádában, Tájföldön van egy olyan szerzetes női csoport, ahol 9 fogadalmat tehetnek, csak novíciák maradnak, bikunik nem lesznek, de a Mahajánában megmaradt a szerzetes női vonal. Úgyhogy miért fontos ez neked? Nem tudom, hogy furcsa volt, hogy mindig a tévében csak ezek mutatják, hogy a férfiak vannak együtt, őket mutatják, mint szerzeseket, és nem látunk soha őket. Hát, pedig vannak, és tanítanak is. Csak nem járkálnak annyit ők a templomban, templom környékén, közösségben. És természetesen a szerzetesek is teszik ezt, hogy templomban és közösségben, csak ugye mi inkább vándorlunk. Szerzetesnők nagyon fontosak, nagyon hiánypótló, és mások által szerintem elláthatatlan hivatásuk van, és a világi nőknek igazából ők tudnak segíteni. Én is szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, és a szerzetesek ugye természetesen nőket, férfiakat egyaránt tanítanak, de amikor úgy igazából meg kell meríteni a kanalat, és nagyon-nagyon mély női dolgokra válaszolni, azt a szerzetesnök értik a legjobban. Köszönöm. Hiánypótló volt a válaszom? Így van. Még nem, mert nem jelent meg itt a szerzetesnő. Neked őzően valás lát. Te ne dörzsöljél meg semmit, a lényeg az, hogy ha szerzetesnővel szeretnél találkozni, akkor gyere el egy olyan templomba, ahol van, nálunk van, és ilyen egyszerűen smirglimentesen lehet beszélgetni vele. Nos, nagyon jó, kitűnő. Esetleg olyan olvasmány, az Olyabán kívül, ami ilyen hasonló témakörben. Igen, Nasreddin Hodzsa összeest kalandja. Nagyon fontos. Hát innen van a szufi, ugye, mondakör. De egyébként nagyon ajánlom a Zen iránytű című könyvet, ez megvehető. És a Hamuta Buddhára című könyv, ami nem vehető meg, csak adományért megkapható. Ez nem járt be olyan karriert, mint a Zen iránytű. Ez a kettő, ez nagyon fontos. Az egyik egy kicsit strukturálisabb, történetibb, a buddhizmusnak tényleg ugye a meta rétegével is foglalkozó dolog, de nagyon élő ez a Zen iránytű. És a Hamuta Buddhára 100 történet, és ebben van élő Szungszán Szunyimi tanítás, vannak szellemi elődök, mint Mangong Szunyim, Kyonghol Szunyim, Kobong Szunyim, és vannak komoly történetek Európából, Amerikából, amikor ugye a Zennek a lényege, a magva úgy nagyon komolyan nyilvánvalóvá vált. Ezek angolul és magyarul egyaránt elérhetők. Úgyhogy kérésedre majd segítünk. De van egy harmadik is, amely szerintem Magyarországon nem jelent meg. Ez Tahui zenmesternek a Mocsárvirágok, Swampland Flowers. És hogyha ez megjelenne mondjuk eredeti kínai ból történő fordítása, akkor én nagyon hálás lennék, mert gyakorlatilag ő az, aki a Tang dinasztia bukása után úgy még 200-300 évvel is nagyon-nagyon komolyan megragadta az Zen lényegét. Ezen kívül még ajánlom Huinenget, a 6. pátriárkát, Bodhidharmát, Hakuint, Sosan zenmestert, ő koreai, Hakuin japán, és Huang Po-t, aki egy régi Tang dinasztia beli klasszikus. Úgyhogy lehet szemelgetni bőséggel. Mindegy, hogy mit, csak tényleg ragadjon meg, és érezd azt, hogy ez valami eredeti, és tághatárok között bármit olvashatsz, de az eredmény ugyanaz. Le kell ülni a párnára. Ha nem holnap, akkor máshol. És szépen földeld le magad így a nagy univerzumba, és csökkentsd a feszültséget. Ez nagyon fontos. És ha ezt nem teszed meg, akkor ez csak ilyen intellektuális tudás, egyfajta értelmi cirkamli, ez marad, és nem lesz belőle tapasztalat. Tehát a meditációnak tényleg az az értelme és az eredete, és hogy tapasztalattá akarunk érlelni valamit, amiről csak tudásunk, elképzelésünk, valami szentséges vágyunk volt, de nem tapasztaltuk még. És a meditáció erről szól, hogy ezt tudjuk megcsinálni.
csináltam pár napig, és nem is értem, miért hagytam fel a lúzusságban, nem tudom, mert... Lehet, hogy túl jól ment. Hogy milyen energiák szabadultak fel, mennyire... Lehet, hogy túl jól ment. Lehet, hogy túl jól ment, és azt mondtam, most már... Ez volt a végzete. Úgyhogy el kell újra kezdeni, amikor rosszul megy, és nagyon nagy munkát kíván, és nehéz, és stb. És akkor beleteszed az energiát, mert ott a kihívás. Az ember az egy annyira paradox állatfajta, hogy az valami elképesztő. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek a mai jelenlétet és a kitüntető figyelmet. Remélem, hogy akár halasson, akár aprilisben még később találkozhatunk. Mindenkinek nagyon szép ünnepi hétvégét kívánok, és kellő intenzitású meditációt akár holnap, akár a közeljövőben. Köszönöm szépen!